Korábban a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének elnöke azt nyilatkozta, hogy 400%-os a menhelyek telítettsége országosan, ezen kívül már számos állatmenhely kényszerült bezárni, de a Győri Alapítványnál egyelőre szerencsére nem áll fenn ez a veszély. Felkészültek a téli hónapokra, de mostanában nem terveznek fejleszteni, egyelőre a karbantartási munkákat próbálják megoldani, és a működést igyekeznek szinten tartani a működési költségeink drámaian megnőtek, tehát folyamatosan azon dolgozunk, hogy valahogy megpróbáljuk áthidalni ezt a problémát és a működésünket stabilá tenni olyan szempontból, hogy a hozzánk bekerülő állatoknak a jövőben is meg tudjuk adni azt az orvosi ellátást, kezelést, élelmezést, amihez eddig is hozzá voltak szokkal, amit eddig is tudtunk biztosítani ebben az évben maximum karbantartásra fogja futni. Minden olyan, ami korábbi fejlesztési tervünk volt, azt egyelőre eltoltuk, tehát nem, nem tervezünk fejleszteni. A fűtési nehézségek mellett a benzinárak is nagy gondot okoznak az alapítványnak, hiszen rájuk nem vonatkozik az ástop. Minden mellett pedig az állatorvosi ellátás és a gyógyszerek ára is egyre többbe kerül. Nagy Péter elmondta, hogy ezekre is több mint 10 millió forintot kell előteremteniük a fennmaradásért. A fűtés az egy drasztikus dolog, hiszen pontosan háromszor annyi volt a számla, amit kifizettünk a fa mint a tavalyi évben, de no, ha kevesebbet vettünk mennyiségre, mint a, mint a Tehát ez azt jelenti, hogy több mint háromszoros költségnövekedés. A villanyszámlánk a duplájára nőtt, közel 30%-kal nőttek az átoros ellátási költségek, a, gyógyszerárak azok pedig hát együtt mozognak az euró dollár árfolyamon általában, úgyhogy azok is drasztikusan nőtek, és nem beszélve arról, hogy az alapítvány, mivel nem magánszemély, ezért a benzinkuton is a teljes árat fizeti az üzemanyagért. Hónapok óta teltházzal működik a menhely, ami szintén megnehezíti az állatvédők munkáját. Az alapítvány ezért egy rendszeres támogatást szeretne azoktól az önkéntesektől és állatvédőktől, akik egy mozi egy árával havonta segítenék a tevékenységüket. Azzal a kéréssel fordulunk, fordultunk a, a támogattainkhoz, hogy aki ezt fontosnak, vagy arra méltónak tartja, akkor havi egy mozi egy árával támogassa rendszeresen az állatmelyhelyet. Ez 2299 forint. Nyilván mindenkinek egyre nehezebb a, a, a mindennapi megélhetés és számlák kifizetése, de talán, hogy egy mozi egy virtuális megvásárlása, illetve ennek az összegnek a havi rendszerességgel történő átutalása beleférhet a a, a, költségvetések egy részébe. A téli fűtéssel úgy kalkuláltak, hogy nem lesz probléma. A külső keneleknél két éve hőstopp függönyökkel védik a kutyákat a nagyobb hidegtől, hiszen a belső fűtött helyekre csak a kisebb testű, fázósabb, rövidszőrű vagy kölyök négylábúakra van kapacitás. Bíznak abban, hogy az idei szezont megúszszák az extrém hideg nélkül.